Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán reggel ismertette az EU 6. szankciós csomagját. Egyebek mellett az EU 6 hónapon belül fokozatosan megszüntetné az oroszországi kőolaj behozatalt, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. A részletekről Újhely Istvánnal, az MSZP EP képviselőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Kedvicsokolom, jó reggelt! És a HVG-n olvasok egy cikket, amelyben ugye Szijjártó Péter megerősítette, hogy mi is kapunk, illetve mi kapunk egy év haladékot. Ugye a csehek és a szlovákok is bejelentkeztek már erre, ők 2-3 év mentességet kértek. De azt mondta Szijjártó Péter, hogy egyébként nem tudjuk majd felelősen megszavazni ezeket az újabb szankciókat. Ez hogy működik? Csak egy részét szavazzuk meg, vagy nem? Vagy tehát mit tehetünk mi magyarok? Teljesen kaotikus a helyzet, óráról órára más hírek szivárognak ki a tárgyalásokról. Tegnap az éjszakai utolsó információm az volt, hogy visszavonta a vétóját Ausztria, Szlovákia, Magyarország, amit nem tudok megérteni, hiszen egyrészt a magyar érdek, másrészt pedig a kormány erős beleállása ebbe a vétóba eddig egyértelmű volt, még akkor is, hogyha bizonyos részeit támogatják. Itt mi történik most eljárásilag? Tegnap reggel a bizottság elnökasszonya bejelentette ezt a bizonyos 6-os szankciós csomagot, és már tegnap délután, illetve ma az uniós országok nagykövetei tárgyalnak, tehát a kormányok a nagyköveteiken keresztül egyértelműsítik az álláspontjukat. A 27 tagországból 3, esetleg 4 ország van, amelyik jelezte erős kifogásait. A többi már az előzetes tárgyalások alatt belement egy közös, egy nagyon kemény, és az eddigi embargókhoz képest is egy újabb, hát egy nagy lépés közös megtételére. Egyébként nekem határozott álláspontom, és itt nem a magyar kormány mellé sorakozok fel, hanem a magyar társadalom érdekei mellé sorakozok fel. Erről tájékoztattam az Európai Parlamentet is, és az Európai Bizottságot is, hogy nem támogatom, hogyha olyan embargós csomag, egy olyan szankciós csomagot hoznak meg, amely Magyarország speciális érdekeit nem veszi tudomásul. Mert ez nem az Orbán kormányról szól, hanem ez arról, hogy a magyar társadalom, illetve a magyar gazdaság térdellőni saját magát, hogyha ránk is vonatkozna az a közös embargó, amiről egyébként most döntenek. A következő napokban összeül a tanács, a miniszterek pedig ott egészen biztos, hogy valami fajta közös kompromisszumos döntést kell, hogy hozzanak, hogy mi lesz a magyar álláspont, és a végén milyen mentességet, vagy milyen támogatást, kompenzációt tud Magyarország kiharcolni, ez egyelőre az átajtók mögött. Van, aki azt mondja, hogy nyilván figyelni fognak Magyarország érdekeire, különös tekintettel arra, hogy kvázi összeszerelő műhelye vagyunk Németországnak. Tehát, hogyha nálunk baj van, akkor a németek is még komolyabb bajba kerülnek, akiknek szintén azért elég erős függőségük van Oroszországtól, hogyha a gázellátást vesszük. Erről mi a véleménye? Eddig úgy tudott tevickélni Magyarország egyfajta farvízen úszva az egész közös uniós embargós energiapolitikában, hogy Németországot hagytuk, hogy menjen előre, hiszen a német gazdaság, amelyik egyébként Európa legerősebb gazdasága, a német gazdaság is erőteljesen kitett az orosz kőolajnak, illetve földgáznak. Ezzel együtt Németországnak egészen más lehetőségei vannak, akár csak a tengeri kijáratai miatt, hogy alternatív útvonalakon hozzon magának energiahordozókat. Másrészt pedig Németország az elmúlt években folyamatosan és fokozatosan alakította át az energia ellátásának a ipari hátterét, és ennek köszönhetően egyre kisebb a kitettsége. Súlyos kritikám az Orbán kormánnyal szemben, hogy miközben egyébként 4 éve Orbán Viktor szó szerint azt mondta egy üzleti fórumon, hogy 2022-re Magyarország kitettségét és függőségét az orosz olaj és földgáz importnak megszüntetjük. Ehhez képest évről évre valami fajta sajátos bizniszt ezzel pluszba támogatva, de évről évre egyre erőteljesebben kiszolgáltatott minket Moszkvának.
De ezzel együtt mondom, hogy nem tudom, hogy a németek a végén hogy döntenek. Nekünk, Magyarországnak az az érdekünk, hogy ebben az embargós csomagban, a szankciós csomagban ebben nekünk mentességeink legyenek, mert legalább másfél év az az időszak, amikorra fel tud készülni Magyarország, vagy akár a MOL fel tud készülni az orosz olaj import ilyen fokú megvétének. Ez hogy működik a gyakorlatban? Mit jelent a vétó visszavonása, és egységes álláspont kell, amikor egy ilyen szankciós csomagot bevezetne az Unió? Szankciós csomag döntéshez egységre van szükség, tehát bármelyik tagország meg tudja akadályozni, éppen ezért az egyetlen, inkább azt mondom, kettő lehetősége az Európai Bizottságnak a javaslat elfogadtatásához az, hogy ha ott, ahol nagy problémát lát, és jogos problémát, tehát nem politikai, vagy mondjuk Putyin érdekeit kiszolgáló politikát, ilyenre is volt példa az elmúlt években, emlékezhetünk nem egyszer, Magyarországot azzal bírálták is az Orbán kormányt, hogy sajátos érdekeket szolgál, és nem az uniós, az európai közös érdekeket. De most nem erről van szó, most valóban Magyarország érdekéről beszélünk. Ebben az esetben, hogyha kapunk mentességet, tehát egy vagy két ország, mondjuk Szlovákia és Magyarország kap egy időbeni, hosszabb mentességet, azzal már a kompromisszum fele tudják tolni a döntést. A másik pedig, hogy be kell nyugodni a pénztárcába, és azt kell mondani, hogy az ilyen országoknak, a közép-európai országoknak, akinek nincsen alternatív behozatali lehetősége, vagy legalábbis ez leszűkült, azoknak az országoknak segítünk anyagilag. Egy dolgot még hagyd tegyek hozzá. Bármi is lesz most a szankciós csomagban, a mostani háborús helyzet, a kiszámíthatatlan és megbízhatatlan Putyin, az agresszor Putyin. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak már ma délután azzal kellene foglalkozni a kormány oldalon, hogy hogyan építi ki a magyar alternatív vagy megújuló, fenntartható energiaforrásrendszert, mert ez elmaradt az elmúlt időszakban. Erre EU-s forrás is van. Valami miatt ettől az Orbán kormány óckodott, szerintem személyes gazdasági pénzügyi biznisz okokból, de ez nem maradhat így, mert hogy évek, mire egyébként a megújuló energiaforrásokkal, mondjuk akár a napelem, akár a szélerőművel sikerül kiváltani a fosszilis energiahordozókat. Nagyon kifutottunk az időre, de hogyha időből, de hogyha összegeznünk kell, akkor jól értem, hogy az a nagyon ritka eset állt elő, amikor például ön is tudja támogatni a kormányzati törekvéseket Magyarország érdeke kapcsán, hogy kapjunk mentességet? Nem a kormányzati törekvéseket támogatom, hanem a magyar lakosság érdekét, és ezért önállóan is megfogalmaztam ezt a véleményt. Igen, nekünk vétóznunk, hát ha nem is vétóznunk kell, mert a vétókat nem szeretem az Európai Unióban, de ki kell harcolni a sajátos magyar érdekeknek megfelelő döntést, ebben támogatom a kormányzati álláspontot. Ez az egyetlen esélyünk, ha már ezt a szót használhatom, hiszen ezen a néven indítottam most az esélyközösség mozgalmat. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy ne lőjük térdre magunkat. No, erről a mozgalomról legközelebb bővebben. Újhelyi István, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.